Sziasztok! Videósronzatomat a kedvenc játékaimból folytatjuk, és ezúttal az első Uncharted került elítékre. Most, hogy megjelent a film, egyébként is teljesen Uncharted lázban égek, úgyhogy vágjunk bele! ...2007-et írunk, amikor is már a Sony akkori új generációs masinája, a PlayStation 3 már a magyar otthonokban is kezdett megjelenni. Nekem persze akkor még esélyem sem volt szerezni egyet, és még javában a PlayStation 2-esemet nyúztam, de egy barátom a suliban kapott egy PS3-at, és vele együtt a Naughty Dog legújabb játékát is, az Uncharted Drake's Fortune-t. Amikor átmentem, hogy kipróbáljuk az új masinát, ez a játék volt az első, ami bekerült a gépbe, és hát mondanom sem kell, szerelem volt első látásra. Itt tényleg fontos a kontextus, mert már az első Uncharted talán nem annyira impresszív, de nekem, aki ekkor látott először HD 7. generációs konzoljátékot, az a látvány, amit az Uncharted-ban láthattunk, annyira letaglózott, olyan hatalmas ugrás volt a PlayStation 2 játékokhoz képest, hogy azóta sem volt ekkora mértékű fejlődési lépcső a konzolgenerációk között. Az egyszerűség kedvéért a PS4-es remastered verziót láthatjátok, mert a PS3-ról HD-ban rögzíteni elég macerás, de a remaster csak nagyobb felbontáson és nagyobb FPS-sel fut, más különbség nincsen, tehát a PS3-as verziót is tudom ajánlani, ha valakinek csak ahhoz van hozzáférése. A Naughty Dogot annó még csak a Crash Bandicootokból ismertem, sajnos nekem a Jack and Dexter széria kimaradt, és nagyon üdítő volt látni, hogy most már nem csak rajzfilmszerű figurákat keltettek életre, hanem húsvér embereket realisztikus grafikai stílussal. Az Uncharted első, sőt még akár második pillantásra is egy egyszerű Tomb Raider klónnak tűnhet, de higgyétek el, hogy sokkal több annál. Lássuk, hogy miért. A játék elején megismerjük a főhősünket, Nathan Drake-et, és egy fiatal riporter hölgyet, akit Elena Fishernek hívnak, és rögtön az első pillanattól kezdve működik közöttük a kémia, és van valami megfoghatatlanul bájos könnyedség a játék jeleneteiben. Are you sure you want to be defiling your ancestors' remains like that? You make it sound so dirty. Besides, thought you didn't believe me. Well, I did do my research, and apparently Francis Drake didn't have any children. Well, history can't be wrong, you know. For example, you can't defile an empty coffin. What the hell? Kiderül, hogy Nathan Drake úgy hiszi, hogy ő Sir Francis Drake leszármazottja, és van tőle egy családi erekélye is, Francis Drake gyűrűje, aminek a belsejébe bele vannak gravírozva a sírjának a koordinátái. Viszont Nathan tudja, hogy valójában a koporsó üres, és benne nem a holttestet, hanem Francis személyes naplóját találják. Ez a napló pedig az első nyom, ami a hőseinket a legendás Eldorado kincshez vezeti majd. Megismerjük Nathan mentorát és legjobb barátját, Victor Sullivant, a szivarozó playboyt, akiben először nem tudjuk, hogy bízhatunk-e, de a későbbi játékokban megtudjuk, hogy a karakter mennyire fontos szerepet töltött be Nathan életében, és amolyan apafigura volt az árva főhősünknek. Bár a későbbi epizódok minden szempontból igyekeztek túlnőni az első részen, és látványban ez vitathatatlanul sikerült is, a mai napig emlékszem, mikor bemutatták az Uncharted 2-t, az állunkat keresgéltük, hogy mennyire jól fog kinézni a folytatás. Ennek ellenére számomra mégis a Drake's Fortune és a negyedik rész a kedvencem a szériából, mert ezek az epizódok voltak a legföldhöz ragadtabbak, és a leginkább atmoszférikusak a számomra. Imádtam, hogy az első részben végig ugyanazon a szigeten játszódik a történet, és így magának a helyszínnek is voltaképpen egy saját karaktere van, és ehhez a környezethez, ezekhez az azték romokhoz és latin-amerikai dzsungelhez tökéletesen illik a játék zenei világa. Greg Edmonson olyan organikus és izgalmas dalamokat komponált a játékhoz, amik nagyon hamar ikonikussá váltak, és bármikor, amikor csak meghallom őket, elfog egy kellemes, nosztalgikus, jóleső érzés. Trail of the lost treasure of Eldorado, and it's brought us here to this tiny island in the middle of the Pacific Ocean. Let's get a closer look. I hope we're the first ones here. Egyszerűen számomra Ez maga a megtestesült kaland. Sully öreg hidroplángépe, a baljóslatú pánsípok hangja a dzsungel mélyén, mind-mind klasszikus kalandelemek, amik számomra felejthetetlenné tették az élményt. Mivel a kincsre nem csak nekünk fáj a fogunk, hanem kalózoknak is, így tűzpárbajok is lesznek bőven. Játékmenetét tekintve egy nagyon egyszerű, fedezékrendszerrel megtámogatott külső nézetes akciójáték az Uncharted, ebből a szempontból tényleg nem hozott újdonságot a videójátékiparba. Lehet bunyózni is, ám eközben nagyon védtelenek vagyunk, ami miatt ezt csak a legvégső esetben érdemes használni. A harcok között felfedezős részek és puzzle-ok tudják lekötni a játékost, és utóbbiak általában nagyon egyszerűen megoldhatók, hiszen Sir Francis Drake a naplójába leírta a feladványok megoldásait, de mégsem érzem azt, hogy emiatt ne lenne élvezetes ezeknek a kirakása, hiszen pont a napló miatt úgy érzed, hogy egy több száz éves titok kulcsával a kezedben kinyithatod végre ezeket a rejtett kamrákat, amik egyre közelebb és közelebb vezetnek a kincshez. Képzeljétek el, hogy tavaly karácsonykor Ági megcsinálta nekem ennek a naplónak a tökéletes másolatát saját kezüleg, ami annyira pontos lett, hogy az egész játék végigjátszható anélkül, hogy a játékbeli változatot kellene használni, és hát mondanom sem kell, hogy nagyon sokat jelent nekem ez az ajándék. Egyrésztről rengeteg kézműves munka van benne, másrésztről pedig nagyon boldoggá tett, hogy ezt a nem létező, fiktív történelmi tárgyat áthozta a valódi világba, és megfoghatom, átlapozhatom, és egy kicsit olyan, mintha birtokolnám ennek a kalandnak egy valódi mementóját. Ez a gyűjteményem egyik legértékesebb darabja, gondolom értitek, hogy miért. Ha már olvasni való, ennek a játéknak még volt kiskönyvecskéje is. Emlékeztek még ezekre? Ezek is mára már teljesen kikoptak a konzoljáték kiadványokból, pedig szerintem régen nagyon sokat hozzátettek az adott játék hangulatához. Az Uncharted még egyike volt az utolsó klasszikus konzoljátékoknak egy olyan korból, amikor még nem volt minden játékban kötelezően online live service komponens, hanem csak egy egyszerű, lineáris, single player kaland, pályákra bontva, és kész. Ennyi. Mégis úgy érzem, hogy sokkal több szív van egy ilyen játékban, mint sok mai alkotásban, de ez már megint egy másik téma. Annó az első Uncharted sokat tett azért, hogy az akkor még kevésbé népszerű PlayStation 3 konzolt vonzóvá tegye a vásárlók számára, mert ezt a filmszerű élményt mindenki át akarta élni, és grafikailag a Sony-nak végre volt egy ütőkártyája, amire hivatkozhattak, amikor a PlayStation 3 erejéről beszéltek. Az előző videómban beszéltem a konzol történelméről részletesebben, ha érdekel, akkor nézd meg azt is. Az Uncharted sorozat egy kikezdhetetlen sikersztori, epizódról epizódra nőtt a rajongó bázisa a játékoknak, ami a negyedik résszel tökéletesen keretbe foglalta a történetét, és adott egy olyan szép lezárást Nathan Drake kalandjának, ami miatt bár nagyon örülnék még további részeknek a szériában, mégis úgy érzem, hogy a Naughty Dog a csúcson jókor hagyta abba. Jól érezték, hogyha tovább folytatták volna ezt a történetet, akkor a karakterívek, a tanulságok mind-mind értéküket vesztették volna, és persze nem kell nagy megfejtésekre gondolni, de még így is, hogy ez csak egy blockbuster kincsvadász sztori, több mélység, mondanivaló és érték van benne, mint a legtöbb átlagos videójátékban. Ezzel a törekvésükkel egy kicsit a Last of Us 2-vel túl is lőttek a célon, de remélem, hogy a Naughty Dog fog tudni még olyan játékot csinálni a jövőben, ami ugyanilyen közkedvelt lesz, mint az Uncharted. Nos hát, ennyi lett volna ez a kis nosztalgikus visszatekintő, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, remélem, hogy tetszett, és ha szeretnél még hasonló videójátékos tartalmakat látni, akkor nézz fel a csatornára, iratkozz fel, és a legközelebbi videóban találkozunk. Sziasztok!